Köszöntöm nézőinket, friss híreket hoztunk, már is mutatjuk, melyek a fontosabbak. 3 millió lejnél is többre rúgat a főszolgáltató kint lévősége. Veszélybe kerülhetnek a szolgáltatások, ha tovább nő az összeg. Megajándékozta ma délelőtt a gyulafehérvári Caritas a koraszülöttek világnapja alkalmából a kórház szülészeti osztályának dolgozóit. Véget ért a gyergyószentmiklósi Nikuca Andrea Nicoletta számára a Superstar Romania tehetségkutató. A hétvégi kiadásban szerepelt utoljára. Három millió lejnél is többre rúg a gyergyószentmiklósi hővíz és csatorna szolgáltató közmű kintlévősége. Veszélybe kerülhetnek a szolgáltatások, ha nem törlesztenek a fogyasztók. Hívja fel a figyelmet a vállalat. Míg tavaly novemberben még csak 1.900.000 lejjel tartoztak a fogyasztók a helyi közműnek, a kintlévőség mostanra már 3 millió lej fölé emelkedett. Több mint 3 millió lej kintlévősége van a közműveknek. Ebből egy negyedet tesz ki az intézmények és a cégek felüli tartozások, és a többi 3/4 viszont a magánszemélyek tartozása képezi ennek az összegnek. Ez az összeg körülbelül a tavalyi hasonló időszakhoz képest, a tavalyi év végéhez képest másfélszeresére növekedett, és ez már akkora méretű, amit jelentősen meg fog érezni a közmű. Ugyanis a tavalyi összeg, az a tartozás, az majdnem egy éves tüzelőanyagnak az ellenértéke volt. Ez most másfélszeres ára, ez a 3 milliós összeg. És nem szeretnénk hasonló cipőben járni, mint a temesvári közművek is, hiszen tudjuk, hogy az energiahordozók megdrágultak, az üzemanyagok megdrágultak, és ez az összeg jelentős károkat és elmaradásokat okoz a mi fizetőképességünkbe is. Több mint 1.200.000 lejnyi tartozás behajtására már elkezdődött a jogi eljárás, és a napokban újabb 700.000 lejnyi kintlevőség sorsa kerül a végrehajtó kezébe. A számlák kifizetési határideje után még 15 nap türelmi idő van, majd büntetőkamatot is számol a közmű. Újabb egy hónap után már átadják az ügyet a végrehajtónak, ő folytatja le a jogi eljárást és hajtja be a felgyűlt összeget. A végrehajtás díja is az adóst terheli. A közmű nem jár jól ezzel, hiszen igen hosszas, amíg hozzájut a szolgáltatás díjához. Ezeket az összegeket tehát a végrehajtási procedúra az elég hosszú, ezekre most nem tudunk konkrétan számítani, és ez amúgy is az adósságoknak körülbelül csak az 50%-a. A többi valójában a lakosságnál van, és ezért is hívjuk fel a lakosság figyelmét, hogy igyekezzenek ezt az összeget törleszteni, hiszen a közmű fizetés képtelensége a szolgáltatás kimaradását, vagy akadozását is magával vonhatja, hiszen az adósságok, a mi adósságaink is akkor halmozódni fognak, és akár a beszállítók fele, így nekünk is elmaradásaink lehetnek, ami kontlezáráshoz vezethet, és végül a szolgáltatások akár szüneteltetéséhez, akadozásához is. Az energiaárak robbanásszerű emelkedése miatt a távhőszolgáltatás árának emelkedése körvonalazódik. Minden energiahordozó, az üzemanyag, a villamos energia, minden drágult, és főleg ez a gázolaj drágulása hozta magával ezt. Számíthatnak a költségek, illetve a számlák növekedésére. Tervezeteink vannak ezekre, még jóváhagyás alatt vagynak, egyelőre nem tudunk konkrét összeget mondani, de evidens, hiszen jelenleg minden megdrágult, és ezzel a mi költségeink is sokszor néhány esetben a duplájára, hanem a triplájára növekedtek. A közmű számláit most már a PayPont hálózatban is ki lehet fizetni, online törlesztésre is van lehetőség, illetve a pénztáraknál készpénzzel vagy bankkártyával is kifizethetők a számlák. Az elmúlt napban 3535 új koronavírus fertőzést diagnosztizáltak Romániában, közölte szerda délelőtt a Stratégiai Kommunikációs Csoport. A napi esetszámok az elmúlt több mint egy hétben csökkenő tendenciát mutatnak,
viszont még mindig magas a halálozási arány. Kett 10 órától szerda 10 óráig 299 fertőzött személy hunyt el. 3000-lék a fertőzöttségi arány Hargita megyében. Gyergyó-Szentmiklóson ennél magasabb 4,91-lék. A koraszülöttek világnapját ünnepelték szerdán délelőtt a Gyergyó-Szentmiklósi Városi Kórházban. A gyulafehérvári Caritas közreműködésével ajándékokban részesültek azok, akik a szülészeten és az újszülött osztályon dolgoznak. A koraszülöttek nemzetközi világnapja alkalmából a Gyergyó-Szentmiklósi Városi Kórházban ajándékozták meg a dolgozókat. A gyulafehérvári Caritas kezdeményezésére szerdán délelőtt egy-egy mézes kalács virágokból álló üzenetet juttattak el annak a 45 alkalmazottnak, akik a szülészeten dolgoznak. Fülöp Enikő, a kórház menedzsere elmondta, hálás a Caritas munkatársainak a figyelmességért, és hangsúlyozta, hogy fontos beszélni a koraszülöttekről, családjaikról, és még fontosabb támogatni őket. A Gyergyó-Szentmiklósi Kórházban természetesen eddig is figyeltek erre az ünnepnapra. A koraszülöttek világnapját mi is minden évben megünnepeljük. Mindig eszünkbe jut, hogy milyen is egy koraszülésre menni. Szerencsére ritkán történik nálunk, de ugyanúgy mi is ugyanolyan érzésekkel megyünk, mint a szülő. Szülőként biztos, hogy nagyon-nagyon félelmetes megélni. Mi is úgy vagyunk egy kicsit, hogy amikor egy koraszülésre megyünk, még inkább bennünk, hogy Istenem adj erőt, hogy mindig mindent a megfelelően tudjunk ellátni, mindig a megfelelő döntést hozzuk. Senki ne tegyen fel olyan kérdést, hogy de vajon miért, vagy vajon én hibáztam-e. Ezek soha nem így történnek, és sajnos felkészülni rá, mint olyanra nem lehet. Mindenki tervez, hogy körülbelül mikor kellene szülnie. Hogy ez ilyen vagy olyan okoknál fogva hamarabb történik, felkészülni biztosan nem lehet, de a család többi részétől erőt meríteni, és igen, hinni abban, a jó Istenben, a sorsban, Kimiben, hogy jó lesz ez. És néha tényleg ki kell nézni az ablakon, hogy az a nagy fa, amelyik az ablakból látszik, az is egy nagyon kis magból lett. A gyergyói régióban több mint 60 olyan család szerepel a gyulafehérvári Caritas adatbázisában, amelyekben koraszülött gyereket is nevelnek. Ez azt gondolom, hogy azért egy nagy szám, tehát ez már egy jelentős szám, amit nem tudunk figyelmen kívül hagyni, és fontos ezzel a témával foglalkozni. Tudjuk azt, hogy minden statisztikák szerint minden tizedik baba korábban születik. Tehát, hogy ez a téma nagyon nagy réteget érint. Ezzel a témával kapcsolatosan vannak sztereotípiák is, hogy akkor a szülés miért jön létre, vagy miért nem jön létre, tehát ezeket a téveszméket igyekszünk egy kicsit eloszlatni, a témába tájékoztatni a nagy közönséget, valamint ünnepelni ennek a nap kapcsán, ezen a nap kapcsán ünnepelni azokat a kis harcosokat, akik megvívták az életben maradás küzdelmét. A koraszülöttekért ünnepi hálaadó szentmisét tartanak november 21-én, vasárnap 12 órától a Gyergyó-Szentmiklósi Szent Miklós templomban. Elfogadható kompromisszumnak tartja az RMDS, hogy az oltatlan alkalmazottak tesztelését legtöbb 30 napig az állam fizesse, jelentette ki Kelemen Hunor. Kelemen Hunor emlékeztetett arra, hogy az oltás és az oltatlan koronavírusos betegek kórházi kezelése is ingyenes, és nem lehet elvárni az államtól, hogy mindent fizessen.
Elfogadható egy 30-40 napos kompromisszum, amely idő alatt az oltás mindkét adagja beadható, de ennél többet nem tud elfogadni, mert kimeríteni a költségvetési forrásokat, részletezte az RMDSZ elnöke. Románia első passzív háza nyílt meg Sepsiszentgyörgyön. A jórészt uniós pályázati pénzekből épült irodaházat olyan németországi standardok szerint tervezték, hogy energia igénye a lehető legalacsonyabb legyen. Havonta alig 200 lejbe kerül ennek az 550 négyzetméteres úgynevezett passzív háznak az energiaköltsége. A Sepsiszentgyörgyi Gnome Design Kft. Irodaházában a speciális szigetelés segítségével és az épületben tartózkodó személyek és műszaki berendezések által leadott hő hasznosításával elérik, hogy a gépészeti szerelvények minimális szerepet kapjanak. A világon ez csupán a 133. irodaház, amely megkapta a németországi Passive House Institute legmagasabb szintű minősítését. A cég jövő stratégiája és az ő elképzeléseik szerint alakítottak ki egy olyan jövőképet, amiben a cég 2030-ig előrelátott fejlődésébe illeszkedően egy nagyon korszerű irodaházat is építnek, és hát ebbe a jövőképbe illeszkedett az is, hogy ez az irodaház passzív ház minősítést szerezzen. A kizárólag székelyföldi szakemberekből álló tervezők és kivitelezők a passzívház tulajdonságait olyan ökoépítészeti elemekkel ötvözték, mint a fa, vagy mint az irodaház belső termeit elválasztó 20 cm vastagságú döngölt földfal. Ezek a ház klímaháztartásában is nagy szerepet játszanak. Emellett a tulajdonos kérésére rekreációs, multifunkcionális helyeket is terveztek, mint például a zöld tetőtér. A tervezésben a legnagyobb kihívást az épület elhelyezkedése jelentette. Hogyan lehet egy ilyen modern, korszerű, nagy üvegezettségű irodaházat beilleszteni egy történelmi utcaképbe? Erre is találtak megoldást. Már készülnek azok az előre gyártott árnyékolók, amelyekkel a passzívház elnyeri majd végső formáját külső megjelenésében is. A képviselőház ma döntőházként elfogadta azt a törvényjavaslatot, amely megtiltja a reklám és hirdető táblák, illetve különböző építmények, a szobrok és emlékművek kivételével kanyarokban és útkereszteződésekben való elhelyezését. A törvénytervezet a közutakra vonatkozó kormányrendeletet módosítja úgy, hogy az útkereszteződésekben és a kanyarokban biztosított legyen a láthatóság a közlekedők számára. A Bihar megyei Székely hídtól a Máramaros megyei Koltóig, a Teleki kastélyig vezetne az a zarándoklat, amelyet Böjte Csaba, a ferences rendi szerzetes álmodott meg. A résztvevő fiatal párok, házasságra készülők, mint egy különleges jegyes oktatásként Petőfi Sándor és Szendrei Júlia életének jelentős helyszíneit járhatnák végig. A szerelem, a hűség, a párkapcsolatok és a házasság fontosságára akarja felhívni a figyelmet Böjte Csaba, ferences rendi szerzetes legújabb ötletével, amely a szerelem tanösvény nevet kapta. Petőfi Sándor születésének közelgő 200. évfordulójára és a 2022-23-as Petőfi emlékév kapcsán jött az ötlet, hogy Petőfi és felesége Szendrei Júlia alakja kísérje végig a fiatal párokat és házastársakat ezen a különleges utazáson. A szerelem ösvény kiinduló állomásának azért választották a Bihar megyei Székelyhidat, mert a költő 1843. novemberében itt írta meg a szerelem című versét. 9 megállót fogunk ma lehelyezni, természetesen ezek még nem a véglegesek lesznek, mivel nagyon sok munkálat lesz még, így nem szeretnénk, hogy azok sérüljenek, ezért ahhoz hasonló egyszerű oszlopokat fogunk lehelyezni jelképesen. Ezek a megállók egészen az önismerettől az örök hűségig fognak elmenni, és ez azért nagyon fontos, mert mi úgy gondoljuk, hogy ha valaki nem ismeri saját magát, akkor hogyan akarja megismerni ugye a másikat, és szerintem ez az alapja mindennek, ugyanígy a szerelemnek is.
A 9 megállót hazai és magyarországi vállalkozók, önkormányzatok fogadták örökbe, hogy segítsék azoknak kialakítását és későbbi fenntartását. A 4. állomást, mely a döntés nevet kapta, Debrecen város önkormányzata fogadta örökbe. A döntés az életünkben, mint a magánéletünkben, mint a társadalmi életünkben elfoglalt helyünk, munkánkban, családunkban, mindenben, ez szerintem ez a legfontosabb része. Abban a pillanatban úgy hiszem, hogy mikor az ember dönt, akkor még nem tudja, hogy ez a döntés az jó vagy rossz döntés, hanem idővel fog az kiderülni, hogy jól döntötted, de hisszük, hogy ez a mostani döntésünk, és azért csak érezzük nagyon sokszor, hogy ez azért egy jó úton haladunk. Ez a döntés, ez egy nagyon jó útra való döntés. A székelyhídi tanösvényt a későbbiekben zarándok úttá szeretnék bővíteni. A tervek szerint a résztvevők Székelyhídról kiindulva Nagy Károlyt és Szatmárnémetit érintve jutnának el Koltóig, ahol Petőfi és Szendrei Júlia a mézes heteit töltötte. A Mária úthoz vagy a Szent Jakab zarándok úthoz hasonlóan biciklivel, autóval vagy akár gyalog megtehető a táv, hogy a résztvevők így készüljenek fel az előttük álló házas életre, vagy hogy ezzel erősítsék meg a házasságukat. Az elmúlt időszakban megmutatta, mire is képes televíziónk munkatársa, Nikuce Andrea Nicoletta a Superstarom NIA tehetségkutatóban. Most befejeződött a gyergyószentmiklósi lány számára a verseny, de továbbra is láthatjuk majd a képernyőn. Din grupul ăla care erau frumușele, noi asta cere în dreapta, care abia a trecut. Az elmúlt hétvégén újra feltűnt a televízió képernyőjén a gyergyószentmiklósi tehetség Nikuce Andrea Nicoletta. Mindvégig jó hangulatot produkált a színpadon, és úgy érezte, hogy jól énekelt. A zsűri mégsem értékelte legjobbnak produkcióját, így nem engedték tovább a következő fordulóra. Am simțit că am comunicat cu publicul. Poate că am uitat puțin să mă concentrez și pe... Ce era important? Ce era important? Ce era important doar? Atât. Ai uitat să mai și cânti cum trebuie, ai și falsa pe aici, pe acolo. Puile, din păcate, n-ai trecut mai departe astăzi. Dar felicitări că ai ajuns până aici. Nico elmondta, számára ugyan véget ért a verseny, de hálát érez, hogy megmutathatta tehetségét, hiszen sok mindent megtapasztalt ez idő alatt. Új lehetőségek nyíltak meg számára, és új barátokra tett szert. Habár a nézők továbbra már nem láthatják az Országos Kereskedelmi Csatorna képernyőjén, találkozhatnak vele minden csütörtökön a Gyergyó TV román nyelvű műsorában. Több híreink még egyszer egy mondatban. 3 millió lejnél is többre rúg a távhőszolgáltató kintlévősége. Veszélybe kerülhetnek a szolgáltatások, ha tovább nő az összeg. Megajándékozta ma délelőtt a gyulafehérvári Caritas a koraszülöttek világnapja alkalmából a kórház szülészeti osztályának dolgozóit. Véget ért a gyergyószentmiklósi Nikuce Andrea Nicoletta számára a Superstar Romania tehetségkutató. A hétvégi kiadásban szerepelt utoljára. 5 percek után a társalgó következik, ezúttal Alfalu polgármestere Gál Szabolcs számolt be mandátumának első évéről. Én kollégáim nevében is köszönöm a napszemlére szánt figyelmüket, viszontlátásra!
Műsorunk támogatója a Diego Áruház.